Balázs hisz abban, hogy a minőségi termék meghozza a vevőt is. Eddig nem csalódott a vásárlóiban, így tudja, az idei karácsonykor is őt választják azok, akik ismerik. Reméli azok is, akik nem. Vásárokon, piacokon árulja mézeit és sajtjait, amit otthon készít. Neki is fontos, hogy egyre többen válasszák a hazait az emberek. Igaz, azt mondja, jobb lett volna, ha nem a koronavírus ébreszti rá a vásárlókat arra, hogy biztonságosabb helyben vásárolni. Most, hogy itt ez a vírus helyzet, ez meg a harmadik opció szerintem, amikor tényleg rájöttek arra az emberek, egyrészt be volt zárva mindenki, és mindenki csak a piacra tudott kijönni, és én láttam azt, hogy egyre többen jönnek, és volt, aki tehát szólt is, hogy kifejezetten azért szeretné, hogy esetleg segítse a termelőket, és ezt láttam most, néha el szoktam kapni egy reklámot, hogy van a közmédiában is egy ilyen kampány, hogy vedd a hazait. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, viszont az jó lett volna, ha nem ezzel az opcióval, tehát a vírussal kellett volna az embereknek rájönni arra, hogy most hazait kell, és nem a multiba vásárolok, vagy nem még nagyobb cégeket gazdagítok, hanem igen, elmegyek a termelőhöz, vagy éppen a piacra kimegyek, és megpróbálok olyan élelmiszert venni, amit tudom, hogy hol készült esetleg. A koronavírus gazdasági hatásait még elemzik. Az már látszik, az idei év a kis- és középvállalkozói szektort nem kímélte. Az újhelyi kisüzletek tulajdonosai remélnek, hogy a karácsonyi vásár visszahoz valamit az elmaradó bevételekből, és aki nem akar plázákban tömegben vásárolni, új helyben költi el a pénzét. A kisüzletek tulajdonosai alkalmazkodnak a vásárlói igényekhez is. Mi azt gondolom, hogy mindent megtettünk, vagy megteszünk annak érdekében, hogy könnyítsük a vevőinknek a bejutást, a nálunk vásárlást. Nem tartunk ebédidőt, tehát többet vagyunk nyitva, folyamatosan elérnek bennünket, és szerencsére egyre többen veszik igénybe azt, hogy üzenetben előre érdeklődnek, rendeléseket adnak le, és akkor ide már úgy érkeznek, hogy gyakorlatilag egyből a kezükbe tudjuk adni azt a könyvet, amit ők kigondoltak ajándékba vagy saját maguknak. Amikor egy új helyi vagy helyi boltban vásárolunk, nem csak az itt élők megélhetését segítjük, de környezetvédelmi szempontból is teszünk valamit, hiszen a helyben termelt étel vagy az itt előállított termék nem utazik hosszú kilométereket, így a szállítással sem szennyezik a környezetet. Védd a magyar munkahelyeket, válaszd a hazait!